Nekünk az egy kitűzött célunk volt, hogy Tiszafüred ne csak a Tiszató régió, hanem Kelet-Magyarország turisztikai központja is legyen. Szeretnénk, hogyha Tiszafüred egy olyan turisztikai termék lenne, amely nem csak belföldön, hanem külföldön is eladható. Ehhez nyilván több olyan attrakcióra is van szükség, ami nem csak belföldről, hanem külföldről is vonza a turistákat. Ehhez kell egy megfelelő városmarketing, amelyen már elindultunk az elmúlt évben, megújítottuk a város honlapját, és elindítottunk olyan akciókat Debrecen testvérvárossal, amely külföldön is megmutatja, hogy milyen értékeket hordoz a Tiszató, illetve Tiszafüred. Ez konkrétan egy Svédországban bonyolított kampányt jelentett, egy ilyen kisebbet, és a következő időszakban szeretnénk még más közép-európai országokban, illetve észak-európai országokban is ilyen turisztikai kampányokban részt venni. Ezen túlmenően olyan rendezvényeken veszünk részt, ahol Tiszafüred képviseli a Tiszatót, lásd ugye a tavalyi debreceni virágkarnevál, olyan nemzetközi hírű fesztiválokon, ahol Tiszafüred nem csak a várost, hanem a Tiszató régiót is képviselte sikerrel, ahogy ugye a közönség szavazatok alapján elmondhatjuk, hogy második helyezést ért el a virágkompozíciónk, és az idejében is szeretnénk olyan attrakciókkal, olyan rendezvényekkel előállni, amelyek a vonzerőnket növelik, és az ide látogató turisták számát növelik. Két fő szempontból szervezünk rendezvényeket. Elsősorban az a cél tűztük ki, hogy a tiszafüredi lakosság számára rendezzünk olyan rendezvényeket, amelyek szórakozási lehetőséget biztosítanak, illetve olyan rendezvényeink is vannak, amelyek turisztikai szempontból relevánsak, tehát kimondottan a turisták idevonzását jelentik. 2016. júniusában már két ilyen nagy rendezvényünk van, egyik a Tisza virágünnep, amely ugye ez a rendkívüli, egy Európában is egyedülálló természeti jelenséget hivatott bemutatni, és erre települve szórakoztató programokat szervezünk. Július második hétvégén a már hagyományosan megrendezésre kerülő Harfest Tiszafüredi Halasnapok az a rendezvényünk, amely országos hírű és turisztikai szempontból kiemelkedő, valamint ebben a hónapban kerül megrendezésre a Tour de Opera, egy kétnapos rendezvény, amely szintén a kultúra és a kerékpározás, mint két összekapcsolható tevékenység, valamint mint rendkívül egészségtudatos és szabadidős tevékenységnek az űzésére hivatott felhívni a figyelmet. Tehát ezek mind olyan rendezvények, amelyekre szeretettel meghívjuk a turistákat. Horgászturizmus már az elmúlt időszakban nagyon komolyan fellendült, és a meglévő kerékpáros centrum most a kerékpáros turizmus fellendítését fogja elősegíteni. Egyre több kerékpáros van a Tiszató körül, Tiszafüreden, egyre több ember hódol nem csak a városban, hanem az országban ennek a szenvedélynek, és ez egy olyan hobbi, ez egy olyan kikapcsolódási lehetőség, ami ráadásul környezetbarát. Tehát itt ezzel a fejlesztéssel én úgy gondolom, hogy több célt is szolgálunk, egy környezetbarát, egészségtudatos, ugyanakkor szórakoztató kikapcsolódási lehetőségenek a fejlődését segíti elő ez a kerékpáros centrum. Javul a város arculata, hiszen a kerékpáros centrum a hozzátartozó kerékpárutakkal, a 33-as út felújításával mind-mind egy olyan infrastruktúrális fejlesztés, ami javítja a városképet. A Budapestről ideérkező turisták vagy látogatók ugye egyből találkoznak ezzel a kerékpáros centrummal, előtte a Tiszabalneum szállodával. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan épülettel gyarapodik olyan infrastruktúrával Tiszafüred város önkormányzata, amire mindannyian büszkék lehetünk. Tiszafüred város önkormányzata nevében minden kedves belföldi és külföldi vendéget szeretettel hívunk és várunk. Én azt gondolom, hogy személyesen kell arról meggyőződniük, hogy milyen csodálatos vendégszeretettel és milyen csodálatos látnivalókkal várja őket Tiszafüred és a Tiszató régió. Bent a parton ma este senki nem szól rám, kicsi a város, mégis érzem, nekem ez a legnagyobb talán. A szívemen, a számon, a zene a nyárban, tavaly óta erre vártam én. Mosolyog a víztükrén.